Meg lehet süvegelni a kerítés miatt Orbán Viktort, mondta Horváth Csaba az Echo TV műsorában. Az MSZP fővárosi képviselője kiemelte, nem gondolták, hogy az hasznos, de az évek bebizonyították az ellenkezőjét. A politikus a kötelező betelepítést megakadályozó alkotmánymódosítás támogatását is megfontolná, amelyet a kormány kezdeményezett. Mindeközben a fővárosban a Margit-szigeti új teniszstadion építése borzolja a kedélyeket. A régi létesítmény lebontásával ugyanis rengeteg fát is kivágtak a munkálatok során, méghozzá úgy tűnik engedély nélkül. Tarlós István azóta elmondta, hogy eljárást indítanak a kivágott fák miatt, ugyanis a cégnek nem volt engedélye. Korábban Áder János is visszadobta már az újonnan épülő teniszcsarnok ötletét. A köztársaság elnök akkor azt mondta, a beruházás veszélyeztetni a sziget örökségi jellegét. És akkor, ahogy jeleztük, Horváth Csaba már itt is van a stúdióban, jó reggelt kívánok. Örülnek annak, hogy Tarlós István vizsgálatot kezdeményez? Mindenképpen, ha ez nem egy látszott tevékenység, tehát szeretném azt látni, hogy valóban felszólítja ezt a kormánynak kedves vállalatot, hogy egyrészt hagyjon fel a jogsértéssel, kettő, el kellene érni egyébként, hogy az ilyen típusú cégek, akik ugyan kormány közeliek, és úgy tűnik, hogy bármit megtehetnek, kerüljenek kizárásra a jövőben a közbeszerzési eljárásokból. Tehát ha azt az egyszerű, hogyha azt az egyszerű tény nem tudják figyelembe, hogy építési vagy bontási engedély hiányában nem lehet se építési, se bontási tevékenységet végezni, és ennek ellenére az államnak egy ilyen kedves cég ilyet csinál, akkor szerintem őket ki kellene záratni. Na jó, de egy normálisan működő országban egy vizsgálatot pont ezért indít el mondjuk akár egy főpolgármester, hogy kiderüljön például ez, nem? Hát, ha nem derül ki, akkor miért kéne kizárni? Nyilvánvaló, én megelőlegezem, mivel mindenki azt állítja. Rossz hiszemű. Nem rossz hiszemű, hanem mondjuk úgy, hogy a háttérinformációk birtokában megelőlegezem, hogy nem rendelkezhetett engedéllyel a fakivágásra, ergo engedély nélkül látott neki a tarvágásnak. Szerintem azért, mert emlékszik talán rá, néhány hónappal ezelőtt hatalmas botrányt váltott ki az a 27 méteres tenisstadion terv, ami megjelent, amit oda szeretnének pöttyinteni a kormányzat részéről. Akkor ebben még a főpolgármester is megszólalt, hogy na, az már egy kicsit sok lesz oda. Úgy tűnik, hogy most suttyomva, gyorsan, engedély nélkül előkészítik a terepet, aztán azt építenek oda, amit akarnak. Na, de azért itt az interjú közben mondott valamit, hogy az ön információi szerint, hogy milyen információi vannak arra vonatkozólag, hogy itt valaki akár hatástanulmány, engedély, hozzájárulás nélkül tarkivágást, fakivágást végzett volna. Nem tudunk arról, hogy bárki ilyen engedélyt adott volna ki. Na most innentől kezdve elég nehéz olyan engedélyt megszerezni, amiről senki nem tud. Mert egyébként önök, vagy akár személy szerint ön, minden egyes kiadott engedélyről minden egyet, tud. Nyilván nem, de például akinek tudnia kellene, a Margit-szigeten az engedély kiadására az a főpolgármester. Ugyanis a Margit-sziget közigazgatásilag a fővároshoz tartozik. Néhány évvel ezelőtt kiválasztották, vagy kiváltották a 13. kerületből, és ugyan nincs átnevezve, de a Margit-sziget ma jelenleg Budapest 24. kerülete, és mint ennek a kerületnek a gazdája, a főváros jogosult ilyen típusú építési hatósági ügyekben engedélyt adni, vagy nem adni. Nem mellesleg a Margit-sziget egy kiemelt pihenőparkja, a ilyen típusú pihenőparkja Budapestnek, ergo a fővárosnak a stratégiája nem a beépítés, hanem a parkként abszolút való fejlesztés. És ebbe abszolút nem illeszkedik. És ebbe sajnos Tarlós nem jól lobbizott eddig, mert nem sikerült elérnie azt, nem tudom, hogy egyáltalán próbálta, hogy ne itt épüljen meg a teniszstadion, hanem valahol máshol, ahol Budapesten ez semmit nem zavarna. Ennek ellenére most már arra vitatkozunk, hogy ki tehet arról, hogy kivágtak olyan fákat, amihez nem nyúlhattak volna ahogy hozzá. Ahogy tudjuk azt, hogy ezek milyen fák? Hát régi fák, most ezt nyilván egyenként kellett volna egy fakatasztert végezni, tehát ha valaki, bárki laikus állampolgár szeretne a saját telkén egyfajta beruházásba kezdeni, mondjuk egy családi házat építeni, akkor el kell készíteni az építési engedély mellékleteként a fakatasztert, amiben megmutatja, hogy milyen típusú növényzet van ott, és abból az építési engedély alapján döntik el, hogy mit vághat ki, mit nem, és hogyan kell pótolnia. Tehát ennek van egy jogszabályban rögzített módja. Na jó, de akkor Horváth úr, lehet, hogy ön nem is tudja azt, hogy miközben ott kivágtak fákat, már pedig ugye kivágtak fákat, de lehet, hogy azt sem tudja ön például, hogy azok a kivágott fák helyett majd telepítenek sok-sok új fát. Na most a helyzet az, hogy
ilyen fákat csak bontási engedélye, bontási munkálatokat csak bontási engedély birtokában lehet folytatni. Ja. Mivel bontási engedély nem volt, ezért ez törvénytelen volt, ahogy csinálták. Ja. Nyilván azért az ellenzéknek, meg hát azért, aki önt ismeri, Horváth úr, az pontosan tudja jól, hogy ha van valamilyen ügy, szereti azonnal exponálni magát, de ez normális mondjuk egy politikus életében. Azért azonban az csak azt elismeri, hogy a hármas metrónál mégiscsak akadálymentes lesz ugye minden megállóhely és állomás, és arra szeretném önt kérni, hogy akkor most itt ünnepélyesen, nyilvánosan ismerje el, hogy vannak jó dolgok azért, mert a városvezetés nem csak, hogy elismerem, büszke is vagyok rá, ugyanis a budapestiek ereje kényszerítette rá a fővárosi vezetést, a népszavazási kezdeményezés, amit egyébként pont érindítottam, készítette arra na, a főpolgármester... Na jó, de nem kellett befejezni. A népszavazási kezdeményezést. Elkezdeni is elég volt, tehát annak a budapestiek megmutatott ereje is elég volt ahhoz, hogy a főpolgármester 3 napon belül meggondolta magát, amiről korábban hallani nem akart, elkezdett arról beszélni, hogy akadálymentes, és gyakorlatilag az aláírásgyűjtés kezdete után 5 napon belül már bevállalta az összes állomás akadálymentesítését, tehát én egyenesen büszke vagyok arra, hogy ez megtörtént. Az, hogy a főpolgármestert rá kell kényszeríteni mondjuk egy népszavazási kezdeményezés elindításával, annak nem örülök, mert egy normális városban annak kéne az alapnak lenni, hogyha valamit 30-40 évente felújítunk, van rá lehetőség, akkor legyen olyan, ami már a hozzáférésben mindenki számára teremt lehetőséget. No, menjünk tovább, mert biztos ön is nagyon örül a mai napnak, hiszen úgy tűnik, hogy régi új miniszterelnöke lesz Magyarországnak Orbán Viktor személyében. Gémesi György néhány perccel ezelőtt itt a vendégem volt, és ugye vele is többek közt arról beszélgettem, hogy vajon a Fidesznek érdekében állna mondjuk, vagy így van, érdekében állna az, hogy teljes egészében megváltoztassa az önkormányzati törvényt. Abszolút érdekében állna. Egyébként nagyon nem vagyok boldog, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök, ugyanis régóta feni a fogát Budapestre. Az előző ciklusban csak az akadályozta meg Budapestnek a megszüntetését, vagy éppen a főpolgármesteri tisztség megszüntetését, mert elment a ciklus elején a 2/3. Egy budapesti és egy veszprémi körzet összefüggésében. Akkor is megvoltak ugyanazok a kész tervek, ami gyakorlatilag átalakította volna radikálisan Budapestet, és nagyjából a kormány alá rendezte volna a döntési mechanizmus. Tehát ez azt jelenti, hogy az állampolgár eddig be tudott menni, hogyha volt egy nagy kátyú az utcájába, be tudott menni az önkormányzathoz a panasszal. Az önkormányzatban, mivel közel van a választó hozzá, és neki közvetlen érdeke van abban, hogy ezt a rossz állást elhárítsa, és az állampolgárt kielégítse, ezért neki érdeke volt személyesen abból, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Most képzelje el, hogyha a kormány terve valóra válna, amit korábban lehetett hallani, hogy egy kormányhivatalban döntenek majd arról, hogy a Kovács bácsi kátyus problémája hogyan oldódik meg, hogy ez milyen nehézségekbe fog ütközni, csak azért az egy célért, hogy Orbán Viktor központilag tudja a budapesti forrásokat kezelni, elég sok forrást adnak el országosan, nyilván a budapesti források még egyfajta plusz lehetőséget adnának ebbe, és hát nyilván van ennek egy ilyen hatalomkoncentrációs vetülete is, hogy ha van egy főpolgármester, az egy potenciális lehetőség, amivel Tarlós nem él, nem képviseli jól a budapestieket, de ha például ott egy olyan főpolgármester lenne, aki csak budapesti érdeket képvisel, vagy a polgármesterek olyanok, akik budapesti érdeket képviselnének, az egy kormánynak mindig kavics a cipőbe. De akkor önök úgy látszik, hogy nem hallják azokat a gondolatokat, mondatokat, amit ugye ráadásul most a napokban említett Gulyás Gergely, hogy nem akarják átszabni, átírni, megváltoztatni az önkormányzati törvényt. És lehet, hogy az ellenzék megint benézi ezt a dolgot, pestélyesen fogalmazva, hogy abban sem bíztak, hogy az április 8-át ugye megnyeri a Fidesz, nagyon megnyerte, 2/3 megnyerte, lehet, hogy itt simán egy önkormányzati választás simán megjelenne Budapesten. Én leszek is a legboldogabb, ha kivételesen igazat mondtak a fideszes potentátok. Orbán Viktor is azt mondta, hogy eszük ágába sincs hozzányúlni a budapesti választási rendszerhez. Én meg a háttérből tudom, hogy ennek az ellenkezője igaz. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor még soha nem hazudott, hiszen ő maga mondta. Én számos példát tudnék ide citálni, amiben az derült ki, hogy a miniszterelnök rendszeresen és szisztematikusan hazudik, becsapja a választókat. Tehát én akkor leszek boldog és elégedett ettől a hírtől, hogyha túl leszünk az önkormányzati választáson, és valóban nem szüntette meg a kistelepülések önkormányzatait, és valóban nem alakította át a fővárosi önkormányzatot. Csak egy példa kedvéért, hogy 2010-ben
illetve bocsánat, 14-ben a választás előtt egy hónappal alakított, vagy két hónappal alakították át a fővárosi választási törvényt. Tehát én azért arra nem innék mérget, hogy Orbán ma éppen mit mond. Jó. Innen fogjuk legközelebb folytatni. Most még volt egy gondolat a fejemben, de már nem lesz rá időm, hogy ezt feltegyem kérdés formájában. Úgyis találkozni fogunk, mert gyakran jár hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt volt.